Miért van az, hogy hálátlanok veled az emberek, miközben te annyi mindenkinek segítesz, és annyi mindenkiért teszel? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. A segítő szándék mindannyiunkban benne van. Már csak azért is, mert ha nem vagy szociopata, akkor a neveltetésed során a megfelelési kényszert óhatatlanul is beléd nevelték. Ez társadalmi szinten mindannyiunkban benne van. Ez teszi lehetővé az alkalmazkodási készségedet. Azt, hogy igazodni tudj másokhoz, azt, hogy segíteni tudj, azt, hogy be tudj illeszkedni. Azért is segítünk másoknak, mert ez jó dolog. És nagyon sokan azért is segítenek másoknak, hogy visszakapják cserébe másik ember örömét, háláját, elismerését vagy szeretetét. Én most két esetet szeretnék neked megmutatni arról, hogy hogyan segíts úgy másoknak, hogy közben te ne fogyj el. Amint látod, rajzoltam neked két figurát. Mind a kettő nagyon sokat segít másoknak. Sok energiát, figyelmet, gondoskodást áramoltatnak mind a ketten más emberek felé. Igen ám, de piroskánk, mármint hogy a piros rajzolatú férfi Ábrám, ő nagyon élvezi, látod, boldog és energikus attól, hogy ő másokon segít. Ez a másik figura, nevezzük Bélának, ő viszont úgy tűnik, hogy egyre szorongóbb, egyre fáradtabb, egyre enerváltabb. Ki fog merülni a segítségnyújtásban? Vajon mi az, amit másképpen csinálnak ők ketten? Vajon mit csinál piroskánk, hogy ő energikus tud maradni annak ellenére, hogy nagyon sok emberért tesz? És mit csinál Bélánk rosszul, vagy ha nem is rosszul, akkor hogyan működteti Béla a segítő szándékát, ha közben teljesen leamortizálódik? Nagyon-nagyon lényeges különbség van kettejük között. Kezdjük Bélánkkal. Béla segítséget nyújt másoknak. Azért, mert azt tanulta meg, hogy segíteni jó. Segít. Segít talán akkor is, ha nem kérik. Segít, mert nem tud nemet mondani. Segít, azért segít, és ez a legfontosabb különbség, hogy elégedettek legyenek vele mások. Azért segít, hogy ne csalódjanak benne mások. Bélánk mindaddig nagyon szívesen segít, amíg azt látja, hogy mások emiatt hálásak neki. Bélánk, bár akkor is, ha feladat számára a segítés, mindaddig fogja tudni ezt ügyesen üzemeltetni, amíg a környezete elégedett vele. Azért fontos Bélának azt, hogy a környezete elégedett legyen vele, mert akkor Béla számára a környezet azt tükrözi, hogy ő jó ember. Béla jóságos, értékes, szerethető és hasznos tagja ezeknek a közösségeknek. Tehát Bélánk fejében a segítő szándéka mögött az van, hogy ezt a feladatot teljesítem, hogy elégedettek legyenek velem mások. Ez nagyon-nagyon fontos momentum. Béla számára a segítségnyújtás, még akkor is, ha szívesen teszi, feladatszerű lesz. És azért, mert az motiválja, hogy ők, akiknek segített, elégedettek legyenek. Bélánk elhiszi azt, hogy ő ezekért az emberekért cselekszik. Na most, ha a tudatában az van, hogy az ő elégedettségük a fontos, és Bélánk azt hiszi, hogy ő értük cselekszik, akkor tulajdonképpen egy idő után el fog nagyon-nagyon fáradni, mert a tudata és figyelme fókuszában ezeknek az embereknek az elégedettsége áll. Ez azt fogja jelenteni, hogy mindezzel a gondolkodásmóddal Bélánk elkezdi az ő életüket élni. Így saját életéből elkezd hiányozni. Márpedig, ha hiányozni fog, akkor Béla egyre inkább hiányban lesz. Miközben mások elégedettek vele, ő folyamatos hiányt él meg. Nem történhet másképpen, ezért egy idő után meg kell, hogy kapja, el kell, hogy várja a többiektől vissza az energiát. Vissza a segítségnyújtást, vissza az elismerést, vissza a köszönetet. És nem biztos, hogy jönni fog. De nem azért nem fog jönni, mert ezek az emberek hálátlanok, bár lehet, hogy Bélánk azt fogja gondolni. Azért nem fognak visszajönni ezek az áramlások,
mert mindez idáig nem kérted, Béla. Azért nem fognak visszajönni, mert számodra az ő elégedettségük volt a motiváció. Te akartad élni az ő életüket. Ők nem biztos, hogy ezt kérték. És miután ezt nem biztos, hogy kérték, tökéletesen elégedettek is magukkal, hiszen te megadtad nekik kérés nélkül. Eszükbe se jut visszaáramoltatni. De nem azért, mert hálátlanok, hanem mert erre tanítottad meg őket, miközben a te fejedben sajnos az a tudat volt, hogy mindezt feladatként azért csinálod, hogy ők elégedettek legyenek. El fogsz fogyni. És hiheted azt, hogy az a baj, hogy sokat adsz? Nem az a baj, hogy sokat adsz és sokat segítesz, hanem az a baj, hogy mindezt feladatképpen teszed. Az a baj, hogy azt hiszed, hogy ezzel őket szolgálod. Az a baj, hogy azt hiszed, hogy az a cél, hogy ők elégedettek legyenek veled. És az a baj, hogy szeretnéd visszakapni. Mindig az a baj, hogy nem kapod vissza. Ellenben Piroskánk egészen másképp segít, egészen másképp éli az életét. Piroskánk tudatában van annak, hogy segíteni nagyon nagyszerű öröm. Kinek öröm? Neki öröm. Ezért Piroskánk nem gondolja azt, hogy nekik az elégedettségét szolgálja. Nem gondolja azt, hogy az a cél, hogy ők örüljenek. Hanem Piroska tudja, hogy az a cél azért ad, mert neki örömet ad az adás, és szerencsére ez egy olyan üzlet, amelyben ő is örömet fog megélni. Tehát Piroskánk nem feladatnak tekinti az adakozást, a segítségnyújtást, hanem Piroska pontosan tudja, hogy ez a segítségnyújtás őt is szolgálja. Piroska azért ad, mert tudja, hogy ez az ő érdeke is, az ő öröme. Piroska azt választja, hogy úgy szeretnék örömöt megélni, én magamért cselekszem, amikor neki, meg neki, meg neki is segítek. Piroska nem azért ad, hogy elégedettek legyenek vele, hanem figyelj, itt jön a lényeg, Piroska azért ad, mert ő maga elégedett. Nem hiányban van, hanem bőségben. Piroska abban a tudatban létezik, hogy ő örömöt szeretne megélni, és mindent megtesz magáért, hogy örömben legyen. Magáért megteszi a saját öröméért azt, hogy neki is, meg neki is, meg neki is segít. Bőségben van. Kettejük, mind a ketten ugyanazt csinálják. Segítenek, és nyújtanak a többieknek. De ő nem fogy el. Ő igen. Azért nem fogy el, mert önmagáért cselekszik. Mert tudja, hogy nem az a cél, hogy ők elégedettek legyenek, elégedettek lesznek. Ez a jó ebben. Hanem az a cél, tudja, hogy ő a saját életét éli. Ő azért tud adni, mert elégedett. Oké? Okay? Az ő örömét szolgálja az adás. Ő azért fárad el, mert az ő örömüket akarja megszolgálni, azért ad, hogy elégedettek legyenek. Nem mindegy, hogy hiányból adsz, vagy bőségből. Sokkal élvezetesebb azzal az emberrel együtt munkálni, aki maga elégedett, aki örömben van. Ez az ember elfogadó. Ez az ember, ha örömben van, nem azért cselekszik, hogy visszavárjon. Mindenki jól jár. Ez a piros szituáció, ez egy win-win-win nyert ügy. Ez a szituáció, amint látod, feszültségekkel teli, hiány központú helyzet. Tehát, ha segíteni akarsz másoknak, akkor úgy segíthetsz jól, ha tudod, hogy önmagadért is cselekszel. Azért segítek, mert én akarok segíteni. Az én döntésem is. Azért ez a döntésem, mert nagyon örömömre szolgál, hogy segíthetek. Innentől kezdve nem kérhetem számon a másik embert, hogy mit kezdett az én segítségemmel. Úgy használja, ahogy ő akarja. Mert nem azért adom, hogy ő nekem visszaadja mindazt. Remélem sikerült megvilágítanom ezekkel a kis rajzokkal, és újabb felismerésekre jutsz majd önmagadról, és arról hogyan áramolj könnyedén a megfelelési kényszereddel, a segítségnyújtásoddal, hogyan alkalmazkodj könnyedén másokhoz, hogy meg tud tartani a vitalitásodat.
Tarts velünk önismereti kurzusainkon is, sok-sok szeretettel látunk Gáborral közösen. Szerezd be otthonra önismereti könyveinket is, és juss felismerésekre otthon, kényelmesen magadról. Most pedig kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénz, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak, magatoknak kívánnátok még.